розпочинаємо спільну прес-конференцію. Міністр закордонних справ України Дмитра Кулеби, керівника Офісу президента України Андрія Єрмака і міністра зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Петера Сіярто. Пане міністру Кулебо, вам слово, будь ласка. Доброго дня всім. Дуже приємно бачити такий ажіотаж на зустрічі нашій. І скажу відверто, він виправданий. Тому що вперше з початку повномасштабного вторгнення Петер Сіярто, міністр закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини, відвідає Україну. І ми провели сьогодні надзвичайно детальну і розлогу розмову. Пройшлися по всіх питаннях двостороннього порядку денного. Безумовно, нами рухає і угорською, і українською сторонами рухає обопільний інтерес розвивати добросусідські відносини один з одним. І ми виходимо з того, що немає жодних питань, які не можуть бути вирішені чи врегульовані. Голодані від Собайозні, Кейт Водалі Парбесейдбен, Езиртмо, Ін, Пітер Андрій, Ми нагон нюд мегбесейдесінг от, Szűk körben beszéltünk, aztán bővebb körben beszélt. A fő atmoszféra, ez a nyitottság, a konstruktivitás és az őszintesség. Megköszöntük Magyarországnak a humanitárius segítséget, amelyet adott az agresszió kezdete óta, ami az orosz agresszió kezdete óta nem csak a Kárpát-megyét támogatják, hanem érezhető ez Ukrajna más régióiban is. Megköszöntük, hogy befogadták az ukrán állampolgárokat, a gyerekeket, a sérült katonáink gyógykezelését is megköszöntük. Természetesen az egyik kulcsfontosságú téma a tárgyalásainkon ez a Ukrajna-európai integrációs tagsága, integrálódása. Itt pozitív megoldások vannak, pozitív döntések magyar részről. Kompromisszokat hoztak. 2023. decemberében kompromisszot kötöttek, ugye megnyitották a tárgyalást a tagságunkról. Előttünk más fontos kérdések, problémák megoldás, és ma ezekről beszélgettünk. Abból indulunk ki, hogy Ukrajna, amelyik az Európai Unió tagja, Magyarország, leginkább egy európai tag Ukrajna felül, meg inkább Magyarországnak. Magyarország érdeke, Ukrajna-európai integrációja. Részletesen megbeszéltük a szektorális együttműködést, a különböző projekteket, logisztikában, a közlekedés fejlesztését, az energetikai projekteket, a pénzügyi piacok projektjeik, szakembereinknől van miről beszélgetnie, és van mind dolgoznia, ezért megállapodtunk, hogy a megfelelő minisztériumaink és hivatalaink szektorális megbeszélést fognak tartani minden egyes projektben, amelyek szóba kerültek, és bemutatják egy úti tervet arra vonatkozóan, hogy a teljesítésig, amíg a kormány elé kerülnek és az országaink vezetői elé kerülnek ezek a kérdések. Végül szeretném elmondani azt a témát, amiről leginkább legtöbbet beszéltünk, senkinek nem meglepetés, ez a nemzeti kisebbségek jogai. Itt el kell mondani néhány dolgot. Először is. Ez a történet, ahogy mondják, szakállas történet, de hogy ne bonyolítjuk a feladatot és a tolmácsok munkáját, ez egy nagyon régi történet. Úgy már egészen visszatekertük a történet az elejére. Megtaláltuk az álláspontot, mind az ukrán, mind a magyar fél, a közös álláspont. Szeretnénk szabályozni ezt a kérdést. Őszintén, jó lelkűen szeretnénk szabályozni. Abból indulunk ki, hogy a mi irányunk az Európai Unió felé, a tagság irány. Megvan a megfelelő oktatási törvény, amely lényegében visszaadta az oktatási rendszert a nemzeti kisebbségek számára arra a helyzetre, amely 2017 előtti állapotok, amikor bevezették az oktatási reformot Ukrajnában,
És mi úgy gondolom, ott tanúsítja, hogy jó döntést hoztunk, hogy a kárpátai magyarok pozitívan értékelték erőfeszítéseinket ebben, és ezt a jogszabályt ma Péter felsorolta, azokat a kérdéseket, amelyeket a magyar fél részéről, vagy magyarázatra, vagy pontosításra szorulnak, vagy pótlólagos megoldást különböző szabályozó okiratokban. Megbeszéltük azt, hogy megkértük a magyar felet, hogy a kérdések teljes körét adja át nekünk, ami a nemzeti kisebbségek jogait érinti. Megkaptuk ezt a listát, és megbeszéltük, hogy a két minisztérium, a két külügyminisztérium égisze alatt felállítunk egy bizottságot, amelynek egy egyszerű feladata van. 10 nap múlva be kell mutatnia, a kormányok elé kell tárnia, mindkét kormány elé, konkrét megértését annak, hogy mit és hogyan lehet ebből a listából, amit kaptunk, mit kell megoldani belőle, vagy már szabályozóan annak érdekében, hogy véglegesen pontot tegyünk, és megvilágosítsuk ezt a kérdést. Tehát, ahogy korábban a nemzeti kisebbségek kérdésekben az Európai Unió tagság döntéséről beszéltünk, most szeretnénk két oldalú párbeszédet folytatni, hogy végérvényesen megoldjuk ezt a kérdést, amely elvi alapokon már megvan oldva, az összes nemzeti kisebbség javára, akik itt Ukrajnában élnek, azon belül a magyar nemzeti kisebbség számára is. Ezen szeretnék megállni. Szeretném átadni a szót Péternek, azért, hogy mondja el az értékelését és a zászólását. Jó napot kívánok! Tisztelettel köszöntöm Önöket! Mindenek előtt szeretném megköszönni a vendéglátást Andrénak és Dmitrónak. Örülök, hogy ma sor kerülhetett erre az átfogó és mély témákat érintő tárgyalásra. És nem áll itt közöttünk az az ember, akinek szintén szeretnék köszönetet mondani, de itt van velünk. Viktor Mikitáról beszélek, aki Kárpátalja megye kormányzója. Szeretném itt mindannyiuk előtt elmondani, hogy a kormányzó úrnak elévülhetetlen érdemei vannak abban, hogy Kárpátalján a magyarok és a többségi társadalom tagjai mai napig békésen tudnak egymás mellett élni. Magyarország álláspontjának a félreértelmezése, az elferdített bemutatása, álhírek terjesztése a magyar álláspontról a nemzetközi média egy bizonyos szeletének kedvelt sportága. És ez a tevékenység az élet, a mindennapi élet területén is, nem csak a politikában képes feszültségeket kelteni. És el kell mondjam Önöknek, hogy a kormányzó úr teljesítménye nélkül ezeket a mesterséges feszültségkeltési kísérleteket nem lehetett volna kezelni. Ezért, amikor két esztendővel ezelőtt, 3 vagy 4 nappal azután, hogy itt kirobbant a háború, találkoztam kormányzó úrral a határállomáson Záhonynál, ukrán oldalon, akkor elmondtam neki, hogy Magyarország kormánya kész azonnal megfontolni, és a tudása szerint a lehető legjobban végrehajtani azokat a segítségkéréseket és segítségnyújtásokat, amelyeket a kormányzó úr terjeszt elénk. És ez az elmúlt két esztendőben így volt, és így szeretném mindenki előtt megerősíteni azt, amit már megtettem a tárgyaláson, hogy ez továbbra is így van, tisztelt kormányzó úr. Tehát az önnel való személyes együttműködés, a kárpátaljai megyei hatóságokkal való együttműködés továbbra is a magyar kormány egyik nagyon fontos célkitűzése. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Ukrajnában, a mi szomszédunkban lassan 2 esztendeje zajlik a háború.
Az elmúlt kettő esztendőben Magyarország álláspontja következetes és világos volt. Mi kiállunk Ukrajna területi integritása és szuverenitása mellett. A háborút elítéljük, és azt szeretnénk, hogyha a szomszédunkban minél előbb béke lenne. Ma reggel, mielőtt elkezdtük a tárgyalásainkat, az ungvári temetőben jártunk közösen, ahol lerúgtuk a kegyeletünket a háborúban meghalt katonák emléke előtt. És ez a látogatás is abban erősített meg, hogy a béke ügyét minél erőteljesebben kell képviselni a nemzetközi politikában. Meg kell sokszorozni az erőfeszítéseinket annak érdekében, hogy Ukrajnában az emberek végre békében, nyugodtan élhessenek. Magyarország kész ez irányú erőfeszítéseket tenni a jövőben is, hiszen tudjuk, hogy az ember életek megmentése csak és kizárólag békével lehetséges. Az elmúlt két esztendőben hazánk történetének legnagyobb humanitárius akcióját hajtottuk és hajtjuk végre, mind a mai napig. Több mint 1 millió menekültet fogadtunk be Ukrajna irányából. A mai napon 5224 ukrán menekült gyermek jár összesen 1558 magyar iskolába és óvodába. A magyar humanitárius segítség Ukrajna 20 megyéjében több mint 500 000 ukrán családot ért el. Folytatjuk a hozzájárulásunkat, fenntartjuk a hozzájárulásunkat kórházak, iskolák, rendelőintézetek felújításához és újjáépítéséhez. 14 000 ukrajnai gyermeknek biztosítottunk táborozási lehetőséget Magyarországon. Az oktatási és egészségügyi témában tett felajánlásaink továbbra is érvényesek. Ahogy Mitro is elmondta, mai napon tárgyaltunk azokról a kérdésekről is, amelyek az elmúlt években súlyos nyitott kérdésként jelentek meg Magyarország és Ukrajna kétoldalú kapcsolataiban. És az, hogy Magyarország és Ukrajna kétoldalú kapcsolatai nem a jó viszonyról szóltak az elmúlt időszakban, hanem nyitott kérdésekről. Ez a helyzet alapvetően azért állt elő, mert 2015 óta lépésről lépésre születtek olyan jogszabályok Ukrajnában, amelyek a magyar nemzeti közösség jogait egyre inkább csökkentették. A tavaly decemberben az ukrán parlament elfogadott egy jogszabályt, amely ezt a negatív spirált kétségtelenül megállította, és ezt mi nagyra értékeljük. Ugyanakkor nekünk van egy kérésünk, talán nem túlzás és nem veszik tiszteletlenségnek a kollégák, ha az elvárás szót használom ebben a kontextusban, amely arra vonatkozik, hogy a 2015-ben már létezett jogaikat magyar nemzeti közösség tagjai kapják vissza. Tehát azt szeretném itt és most is aláhúzni, hogy Magyarország nem kér extrát, nem kérünk többet, mint ami már volt. Azt kérjük, hogy a kárpátaljai magyar nemzeti közösség azokat a jókat kapja vissza, amelyekkel 2015-ben már rendelkezett. Ahogy Mitro is mondta, ennek megfelelően a mai napon 11 pontban összegeztük magyar kéréseket. Köztük például a nemzetiségi, iskolai jogállás helyreállítását, a magyar nyelven tett érettségi lehetőségének újra megteremtését, és a magyar nyelv korlátozásmentes használatát a felsőoktatásban, kultúrában, közigazgatásban és a közösségi élet terében. A kétoldalú kormányközi bizottságot azzal a feladattal láttuk el, hogy a konkrét szövegszerű javaslatokban próbáljanak meg megállapodni a lehető leggyorsabban, és azt tárják a két külügyminisztérium, a két kormány elé. Nagyon fontosnak tartom viszont azt, hogy közös határon átnyúló infrastruktúra fejlesztésekről
tudtunk eredményes megbeszélést folytatni. Magyarországon 120 millió eurós beruházással a legnagyobb vasúti és közúti logisztikai átrakodó kapacitás jött létre, Ukrajna teljes nyugati határát figyelembe véve. És örülünk annak, hogy az elmúlt időszakban az ukrán gazdasági szereplők egyre inkább elkezdték használni ennek a fényes Lütkénél megtalálható logisztikai központnak a kapacitásait. Egy karnyújtásra vagyunk attól, hogy áthathassunk egy új határátkelő helyet a határunkon. Nagyhódos és Nagypalát között hosszú, nagyon hosszú tárgyalások vezettek idáig. Tényleg a célegyenesben vagyunk, a belső jogi eljárásokat mindenkinek le kell folytatni, és akkor egy új határátkelő nyílik Magyarország és Ukrajna határán, ami már is tehermentesíteni tudja a most elképesztő leterheltségben dolgozó határátkelő helyeket. Megállapodtunk abban is, hogy Beregsúránynál a közúti, Záhonynál a vasúti átkelési lehetőségeket bővítjük, és megállapodtunk arról a közös célkitűzésünkről is, hogy egy új Tiszahidat építsünk a két ország között. Én köszönetet mondtam az ukrán kollégáknak azért, hogy az elmúlt két esztendőben is megbízható tranzitútvonalat garantáltak számunkra a kőolajszállítások terén. Azt kértem, hogy ezt tartsák is fenn. És arra kértem az ukrán kollégákat, hogy a magyar gazdaság működése szempontjából meghatározó, az ukrán piacon jelenlévő magyar vállalatok számára is a korrekt működési körülményeket biztosítsák. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, ma mi azzal a céllal érkeztünk ide, hogy újra tudjuk építeni a bizalmi légkört a két oldalú kapcsolatainkban. Azt gondolom, egyetérthetünk abban, hogy tettünk biztató lépéseket ebbe az irányba. Hosszú út áll még előttünk, sok munkát kell elvégeznünk, de mi a magyar oldalon készek vagyunk ennek a munkának az elvégzésére, ezért készen állunk a további közös munkára. És köszönöm egyúttal még egyszer Mitrónak és Andrénak, hogy a mai napon vendégül láttak itt minket, és még egyszer szeretném a személyes nagybecsülésemet kifejezni Kárpátalja megye kormányzóján. Köszönöm szépen, jó napot kívánok mindenkinek. Először is szeretnék csatlakozni a kollégáim szavaihoz. Tényleg nagyon nyílt, nagyon őszinte beszélgetést folytattunk, és ez nagyon fontos. Szeretnék visszatérni a mai nap kezdetéhez, és még egyszer megköszönni Péternek azt, hogy elkezdtük egy nagyon fontos eseménnyel ezt a napot. Ez a Kálvária temetőben került erre sor. Ez nem egyszerűen fejet hajtottunk a hőseink előtt, ukránok és magyarok, és ukrajnai magyarok előtt, akik életüket adták a függetlenségért és a szabadságért, országunk szabadságáért és függetlenségért, de volt lehetőségünk végigmenni és megállni néhány hős sírjánál, és szeretném emlékeztetni az egyikőjük szavaira, hogy én azért megyek, hogy a gyermekeim ne lássák a háború borzalmait, ezt Robert Magyar mondta, Magyar Robert, kárpátai magyar, aki a 128-asban szolgált önkéntesként, aki Ukrajnáért halt meg az orosz támadás idején egyik az elsők között. Országunk fiai részévé váltak annak a nagy ellenállásnak, amely 1848-ban is, 1956-ban és 2013-ban utat törtek a szabadság és az igazságosság felé. És hiszek abban, hogy a magyarok hozzájárulása Ukrajna védelmében, Európa védelméhez és közös értékeinkhez az az alap lesz, amelyikre lehet erősíteni a kétoldali kapcsolatainkat. Szeretném hozzátenni, megköszöntem ma Péternek, és beszélgettünk Zelenszky elnök úr béke formulájáról, és megköszöntük, hogy Magyarország képviselői részt vettek ezen.
gyakorlatilag az összes találkozón, a legutóbbin is, amelyre nem oly régen Davosban került sor, Svájcban, és amelyen, ahogy tudják, 82 ország vett részt, mindegyik kontinensről, világrészről ott voltak. Nagyon fontos, hogy következő napon Ukrajna elnöke és Svájc elnökasszonya megbeszélték, hogy az első, az országvezetők első találkozó Svájcban lesz, és már a csapatok dolgoznak rajta, és holnap már meg lesz az első, lesz egy konkrétika, konkrét dolgok. Egyelőre nem tudok az országok számáról beszélni, de sok ország fog ezen részt venni. Akik már elkezdték jóvá hagyni azt, hogy részt vesznek, beleegyeztek abban, hogy részt vesznek ezen a találkozón. És kollégáim gyakorlatilag mindent elmondtak, én csak a végén szeretnék annyit hozzátenni, hogy ma mind a két fél teljesen egyértelműen világosan elmondtuk, hogy érdekeltek vagyunk, hogy az miniszterelnök és az elnök úr találkozzon, Magyarország miniszterelnök és Ukrajna elnöke találkoznak, és úgy gondolom, hogy nagyon erőteljes lépést tettünk ennek a találkozónak a megvalósulása érdekében. Mindjárt értjük, hogy és érdekeltek vagyunk, hogy ez egy sikeres találkozó legyen, és tényleg új fejezetet nyisson a kapcsolatainkban. Ezért szeretném megköszönni a mai napot, a mai látogatást, a tartalmat, a tartalmas találkozót. Nagyon szépen köszönöm. Úgy gondolom, van néhány kérdés. Hagyományosan első a vendégeknek a magyar média az M1 kérdése, hogyha le. Jó napot kívánok, Debreceni Kamilla vagyok. M1 kárpátaljai tudósítója. Szijjártó Péterhez lenne az a kérdésem, külügyminiszter úr, hogy beszéltek természetesen a kárpátaljai kisebbségi jogokról, viszont van-e valami garancia, amiben ezek után bízhatnak a kárpátaljai magyarok? A másik kérdésem pedig az ukrán félhez is szól, hogy ide látogatása előtt kapott egy fenyegető levelet. Ezzel kapcsolatban, tehát erről beszéltek-e, és sikerült az ukrán félnek kideríteni ennek a forrását? Köszönöm. One by one. One by one. Answer okay, your part okay. And okay. I can take it. So, I start or you? You please. Okay. A tárgyalási idő egy jelentős részét természetesen a kisebbségi jogok kérdése foglalta el. Ahogy már mondtam, korábban szeretném megismételni. A kárpátaljai magyar nemzeti közösségek, kárpátaljai magyar nemzeti közösség képviselői által számunkra elmondottak és az általuk kértek alapján Magyarország kormányának álláspontja az, hogy arra kérjük az ukrán kormányt, hogy a 2015-ben már létezett kisebbségi jogokat állítsa helyre, adja vissza a magyar nemzeti közösségnek. Most a mai napon a találkozón a kollégák mellett itt volt, van Ukrajna oktatási miniszter helyettese is, akivel így a szakmai konzultáció megindult. A mi részünkről Pacsai Tomasi Csorsolya vezeti azt a kétoldalú kormányközi bizottságot, amelynek most az a feladata, hogy a szövegszerű kéréseinket megvitassa az ukrán oldallal, és abban reménykedünk, hogy itt tudunk majd valami megállapodást elérni, és abban reménykedünk, hogy ezt a megoldásunkat az ukrán parlament törvényben rögzíti. Ez a garancia egyedül, hiszen 2015-ben adott volt egy törvényi környezet, azt több törvénnyel megváltoztatták, tehát mi azt gondoljuk, hogy a visszatérés az szintén egy törvénymódosítással tud megtörténni. Ami pedig a második kérdés, illeti bár nem nekem tette föl, azt szeretném önöknek elmondani, hogy a magyar és az ukrán biztonsági szervek együttműködése a találkozó megszervezése során példaértékű volt. Bár minden külföldi látogatás esetén ilyen jó együttműködéssel találkoznánk a szervezés kapcsán. Engedjék meg, hogy itt köszönjem meg részben a terrorelhárítási központ, részben pedig az ukrán biztonsági szervek azt az együttműködést, amelyet garantálták, hogy ez a találkozó ma a tartalomról és nem a formáról kell, hogy szóljon. Azt szeretném még egyszer aláhúzni, hogy elvben
a nemzeti kisebbségeknek a jogok visszaadása megvan oldva minden nemzeti kisebbség esetében, akik az országunk területén élnek. Mi ma kiegészítő kéréseket kaptunk a magyar fél részéről, ezeket megvizsgáljuk. De elben, és köszönöm Péternek, hogy elismeri ezt a tényt, hogy a legfontosabb lépést megtettük. Ukrajna az Európai Unió előtt is teljesítette kötelezettségeit, de ez kétoldalú kérdés is, tehát kétoldalú tárgyalások során minden kérést meg fogunk vizsgálni. Mi szeretnénk, hogyha minden állampolgárunk boldog lenne, függetlenül attól, milyen nemzeti kisebbséghez tartozik. Ami pedig a fenyegetéseket illeti, hát én úgy gondolom, hogy Péter szavait hallották a területi integritás támogatásáról, meg a Európa, Ukrajna támogatásáról. Mi azt akarjuk, hogy Ukrajna és Magyarország között jó legyen a kapcsolat, és persze volt fenyegetés, de azt szeretném mondani, hogyha Putyin beletörte a fogát Ukrajnába, akkor azok a politikusok, akik ilyen kijelentéseket tesznek, még inkább azoknak bele fog törni ebbe a foga. Még egyszer köszönjük szépen a magyar kormánynak a szuverenitásunk és területi integritásunknak támogatását. Szeretném hozzátenni még azt is, hogy ma találkozni fogunk a magyar kisebbség képviselőjével, Kárpátaljai Magyarság vezetőivel. Zelenszky elnök is járt itt, és nagyon baráti találkozón vett részt, ami még egyszer bizonyította azt, hogy az Ukrajnában élő magyarok támogatják az elnököt, a politikáját, a kormányt, közös az akaratuk, és ők is ennek a nagy ukrán nemzet által vívott harcnak a részesei akarnak lenni. Köszönöm szépen. Még egy magyar sajtó képviselőnek adnám meg a szót. Köszönöm szépen, én Tárkányi Zsolt vagyok az RTL Híradótól, és több kérdésem lenne. Az egyik az, hogy közelebb kerültek-e a magyar miniszterelnök és az ukrán elnök találkozójának a megszervezésében? Esetleg szóba került-e bármilyen lehetséges időpont, hogy mikor látogathat el Ukrajnába Orbán Viktor miniszterelnök? Másik kérdésem az lenne, hogy vannak-e továbbra is nyitott kérdések, amikben nem sikerült előrelépni, és szóba került-e az Európai Unió által Ukrajnának szánt 50 milliárd eurós támogatás, amelyet egyedüli tagországként még mindig, amihez még mindig nem járult hozzá Magyarország egyedüli tagországként az Európai Tanácsban. Hát, ahogy mondtam, mi valóban nagyon nagy lépést tettünk előre ennek a találkozónak a megszervezésében, de azt is említettem, ezt most készítjük elő, és azt szeretnénk, hogy ez a találkozó nagyon konkrét eredményekkel záruljon. A konkrét dátumról ma nem beszéltünk, de mind a két fél kifejezte azt, hogy érdekelt abban, hogy minél hamarabb megtörténjen ez a találkozó, hiszen Péter is mondta, Dmitro is mondta, mi egységesek vagyunk abban, hogy még csak a lehetőségét se fogjuk megadni senkinek azt, hogy arra gondoljon, hogy a szomszédos országok képesek nem baráti kapcsolatokat fenntartani. Köszönöm szépen. Magyarország abban érdekelt, hogy Ukrajnával is jó szomszédi kapcsolatokat tartsunk fenn. Ennek több oka van. Egyik legfőbb oka mindennek, hogy él itt egy jelentős magyar nemzeti közösség, amelynek szintén az az érdeke, hogy minél jobb legyen a kétoldalú kapcsolatrendszerünk. Egy felső szintű találkozónak nem csak Ukrajna vonatkozásában, hanem általában is akkor van értelme, hogyha az olyan eredményekkel jár, amelyek újabb dimenzióba tudják léptetni a kétoldalú kapcsolatokat. Ma tettünk kétségtelenül biztató lépéseket, de ahogy mondtam, az út még hosszú. Ezen az úton végig kell menni,
ezen az úton sok munka vár ránk. Kisebbségi jogok kapcsán az álláspontjait mind a két oldal világossá tette, és most a kérdés az az, hogy ezeket a nyitott kérdéseket be tudjuk-e zárni a kormányközi bizottság következő napokban végrehajtandó konkrét munkájával. Mi nagyon szeretnénk, hogyha ez sikerülne, azért, mert ez megint csak az itt élő magyar nemzeti közösség érdekeit szolgálja. Na. Ami pedig az 50 milliárd eurós támogatás kérdését illeti, mivel ez nem kétoldalú kérdés, ezért ennek a megvitatása majd Brüsszelben kell, hogy sorra kerüljön. Köszönöm szépen, és akkor az ukrán sajtónak teszünk fel a kérdéseket. Az Ukrinform. Köszönöm szépen. Péterhez van a kérdés. Az önök országa többször is bejelentette, hogy Ukrajnának több lépést kell tennie a béke felé Oroszországgal. Volt már a temetőben, ahol magyarok is vannak el, mint megváltozott a véleménye, a gondolat ebben az ügyben. Magyarország álláspontja következetes. Az elmúlt két esztendőben mi mindig a béke hangján beszéltünk, és továbbra is felajánljuk Magyarország minden lehetséges erőfeszítését, erőforrását, kapacitását arra, hogy Ukrajna újra békében élhessen. 2-3 nappal azután, hogy kitört a háború, én felhívtam Andrét, akkor még nem ismertük egymást személyesen, és elmondtam neki, hogy mi magyarok készen állunk fair, biztonságos, mindenki számára korrekt körülményeket biztosítani megbeszélésekhez, béketárgyalásokhoz. Mi jelenleg ennyit tehetünk, ez az ajánlatunk továbbra is él. Mi azt szeretnénk, hogyha minél előbb béke lenne itt, ha nem, veszne több emberélet, és hogyha Ukrajna minden állampolgára nyugodt, békés életet élhetne. Gyakorlj, Interfax. Köszönöm szépen, Interfax Ukrajna. Hol vannak? Jó napot kívánok, Interfax Ukrajna. Szijjártó Péter, ez lenne a kérdés. Sok kérdés volt ma. Vizsgálták a biztonsági együttműködés kérdését. Kész-e Magyarország aláírni a nagy hetek országával aláírt biztonsági megállapodás aláírására készen áll a Magyarország? Erről a kérdésről konkrétan nem beszéltünk ma. Ön ismeri a magyar álláspontot, aminél valószínűleg ambiciózusabb álláspontra vágyna Ukrajna. De el kell mondjam önnek, hogy a jövőben sem szállítunk fegyvereket úgy, ahogy nem szállítottunk eddig sem. Ugyanakkor soha egyetlen bajba került ukrán állampolgár segítségkérését sem utasítottuk vissza, és ezután sem fogjuk. Minden bajba került ukrán állampolgárnak Magyarország kész az eddigiekhez hasonlóan segítséget nyújtani. Tehát a humanitárius akciónkat folytatjuk, amíg szükség lesz rá, reméljük, nem kell már sokáig. Gyakorlj, az adó, hozz mi voltam ott, az adó? Voltam, de. Köszönöm, Gergely Nyilas. Pani Kulepa, csi dostatecni? Kulepa úrhoz van a kérdés, elegendőek azok a változások, amelyeket elfogadtak a nemzetkisebbségi törvényben, ha igen, akkor miért nem, ha igen, akkor miért nem tették meg korábban? Mindannyian emlékeznek arra. 2017, amikor elfogadták a megfelelő oktatási reformot, azóta tart elég fárasztó tárgyalási folyamat zajlott, hogy hogyan lehet ezt a reformot életbe léptetni. Különböző lépéseket tettek, és úgy értem, voltak az előző kormányok részéről különböző ígéretek a magyar fél részére. Amikor Ukrajna elnöke Volodymyr Zelenszkij lett, azonnal határozottan elmondta, hogy készen áll ezt a kérdést rendezni,
paritás alapon, úgyhogy a Magyarországon élő ukránok és az Ukrajnán élő magyarok kölcsönös tiszteletet élvezzenek. Mi bevezettünk, kerestük az optimális lehetőséget, az optimális utat, konzultáltunk a magyar féllel, a magyarokkal, a kárpátaljai magyarokkal, de később elkezdődött a Covid, az orosz ország megtámadta Ukrajnát, és elértük azt a pontot, amikor már el lettek fogadva ezek a kérdések. És az, amiről 4 évvel ezelőtt bejelentett az elnök, hogy Ukrajna minden állampolgára, függetlenül a származásuktól, tiszteletben kell tartani minden ukrán állampolgár nemzeti identitását, és végre ez a jogszabályban is érvényesítésre került. Ezért a továbbiakban nem szeretnénk hasonló incidensekre kerülne sor. Ezért ma ilyen őszinte beszélgetést folytattunk arról, hogy a magyar fél is helyesen értse minket, és mi is helyesen, minket is helyesen értsenek, meg helyesen értsük meg a magyar fél kívánságát. Néhány kérdés a nemzetközi sajtótól. Szijjártó Pétertől szeretném kérdezni, szóba került Ukrajna szuverenitása, és Orbán Viktor ugye több interjúban egyértelműen arról beszélt, hogy Ukrajna már elvesztette a szuverenitását, már nem szuverén állam. Ezt képviselte ma Szijjártó Péter ezen a tárgyaláson? Illetve az ukrán féltől azt szeretném kérdezni, hogy erről mit gondolnak. A másik kérdés pedig az, hogy ugye a magyar megoldási javaslat az azonnali tűzszünet, ezt a magyar közvélemény jól ismeri. Az ukrán féltől szeretném kérdezni, hogy önök szerint ez miért nem jó megoldás, és a mai tárgyaláson bármennyivel közelebb kerültek az álláspontok, vagy hallottak-e mondjuk egymástól meggyőző érveket ezzel kapcsolatban? Ahogy mondandóm elején is kifejtettem, elmondtam a partnereinknek is, hogy Magyarország kiáll Ukrajna területi integritása és szuverenitása mellett, és minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy minél előbb béke legyen. Ezt az álláspontot képviseltem a mai tárgyaláson is, mint ahogy képviseltük az elmúlt 2 évben folyamatosan. Tudja, elmondhatom, vagy válaszolhatok úgy, tehát 2 részből fog állni a válaszom. Először is. Tudja, 19 óta volt 200 tárgyalási kör volt az Orosz Föderációval. A normandiai, a Minszki formátumban én is közvetlenül képviseltem Ukrajnát a normandiai formátumban, hogy mi lett belőle, látjátok, látják. Még ma is a kollégáim Franciaországban, Németországból egyetértenek azzal, hogy egész idő alatt Oroszország egyszerűen készült erre a lerohanásra. Volt körülbelül 11 megállapodás a tűzszünetre. És Oroszország ezt az időt arra használta, hogy meg tudja szállni az országot, hogy felkészüljön erre a megszállásra. Ha lehet, akkor elmondom, lehet, hogy retorikai kérdés. Mondja meg. Rákóczi Ferenc, vagy Petőfi Sándor, ők nem akartak békét? Tudja, több, mint amennyire az ukránok szeretnének békét, senki nem akar annyira békét. De mi egy igazságos békét szeretnénk. Nem egy befagyasztott konfliktuson alapuló béke, mert látjuk, hogy mi történik a befagyasztott konfliktusokkal az egész világban, nem csak itt. Éppen ezért Zelenszky elnök úr javasolta, hogy a békeformulát. A békeformula ez nem csak Ukrajna szándéka. Ez 10 pont, amelyek 100%-ban a nemzetközi jogon alapszanak az ENSZ alapokmányán. És ezek a pontok nem csak a háború megszüntetéséről, hanem ez a fő, hanem ezek a krízisek megoldásáról, amelyeket ez a háború okozott. Ez az élelmiszerválság, az ökológiai válság, a humanitárius válság. Tudja, hogy körülbelül 20 000 gyerek, ukrán gyereket raboltak el az oroszok.
Éppen ezért Ukrajna az igazságos békéért, Ukrajna azért áll ki, hogy a vonatkozó országok, ma is beszéltünk erről, hogy a legfontosabb, amikor beszélgetünk az országokkal, ezeken a találkozók, ők, mi számunkra fontos, hogy ezek az országok tiszteljék a függetlenségünket, tisztelik a területi integritásunkat, a szuverenitásunkat, és nem csak a területi integritásunkat, hanem a nemzetközileg meghatározott határokon belül. Tehát pontot teszünk arra, hogy bármilyen kompromisszum szülessen a területeinkre vonatkozóan, ennek az elnöknek a regnálás alatt ilyen nem lesz. A többi, az pedig egy út. Mi készek vagyunk meghallani mindenkit. Itt az asztalnál ülnek nem csak partnereink, partnerországok, NATO országok, Európai Uniós országok, hanem a globális dél országai is ott vannak. Ők se ellenkezik, mi mind egyek vagyunk ezekben az elvekben. De vannak gondolatok, hogy hogyan is lehetne ezt megoldani, milyen lenne hatékonyabb út, gyorsabb. Mindenkit készen vagyunk meghallgatni. Éppen ezért először létre kell hozni egy közös tervet, és csak ezután lehet gondolkodni valamilyen beszélgetésekről, beszélés. Szeretném a logikát megismételni, a békeforma logikát. Az első találkozó az országok vezetői, Oroszország nélkül, aztán nyitottak vagyunk. Mind a 9 pontban lehet tárgyalni, külön találkozókon, konferenciákon, eseményeken, különböző szinteken, azért, hogy kidolgozzuk a tervet, és a második találkozó, ahol az ország vezetői vesznek részt, amikor kész lesz a terv, készek vagyunk arra, hogy meghívjuk az Oroszország képviselőket, de itt az asztalnál az összes országot lesz, aki ezen az úton ott volt, semmilyen beszélgetés az asztal alatt nem lesz, semmilyen közvetítő nem lesz. Ez a terv. Arra a pillanatra Oroszország. Ki fogja képviselni akkor Oroszország? Lesz politikai szándéka a békére? Akkor itt van a terv. A béketerv. Köszönöm szépen, Javrotu Zsánszki. Tehát arra vonatkozik a kérdésem Szijjártó Péterhez, hogy talán nincsen egy magyar magasrangú vezető, aki nem ismételgette volna, hogy Magyarország érdekei az, hogy Ukrajna az Európai Unióban legyen. Hogy ez, mert ez az ő érdeke, hiszen a Trianon traumát tudja ledolgozni. Ezt egész tavaly novemberig hallottuk, csak volt egy nyuansz, ugye a nemzeti kisebbségek kérdése, ezt a nyuanszot megoldotta. Magyarország nagyon kreatívan, de megoldotta a csatlakozás tárgyalásokat. Ugye igen vagy nem, tehát ön támogatja Ukrajna-Európai Uniós csatlakozását, vagy nem, nem támogatja. Kérdésbe téves a legnagyobb tisztelettel. Mi egyáltalán nem látjuk úgy, hogy a nemzeti kisebbségek ügye megoldásra került volna. Még egyszer szeretném elmondani, a tavalyi év végén Ukrajnában meghozott törvény kétségtelenül tiszteletet érdemel. Az megállított egy olyan negatív spirált, amiben 8 éven keresztül benne voltunk akkor. Most mi elmondtuk, hogy milyen pontokon látjuk a garanciáját annak, hogy a 2015-ös állapotokhoz valóban vissza tudjunk térni. Kormányközi bizottság munkáját pedig reméljük, hogy siker fogja koronázni. Másik kérdés vonatkozásában pedig azt szeretném önnek elmondani, hogy nekünk Brüsszelben nagyon sok vitánk van abban a tekintetben, hogy hogyan nézzen ki az Európai Unió jövője. Hogyan nézzen ki az Európai Unió a jövőben. És ezeket a vitákat meg kell vívnunk annak érdekében, hogy további megalapozott döntéseket hozhassunk majd. És az utolsó kérdés, és ezen befejez Szijjártó úrhoz lesz a kérdés. Lesz az lenne a kérdés, hogy a Csap-Záhony határátkelő kiépítés, a hídépítés, vannak-e határidők, kinek a pénzén fog megépülni. És még sokat mondanak, hogy a magyar vámosok rosszul dolgoznak, felügyeli ezt a kérdést. Sok panasz érkezett a magyar vámosok munkájára. Ami a határmenti fejlesztéseket illeti,
az Európai Uniótól jó esélyünk van arra, hogy 135 millió eurót közösen használjunk fel a záhonyi vasúti átrakodási kapacitások növelésére. Mi, Ukrajna és Szlovákia. Mai napon abban állapodtunk meg, hogy ezt a munkát közösen el fogjuk végezni. És ki a saját nemzeti költségvetéséből is majd hozzátesz, amit hozzá tud. A Berek-Surány és Aszté közötti átkelő felújítására 11,5 millió eurót kaptunk Brüsszelből. Ebből 9,8 milliót az önök oldalára, 1,7 millió eurót a mi oldalunkra. Itt is abban állapodtunk meg, hogy az eredeti 2026-os határidő helyett megpróbálunk előbb végezni. A Fényeslitkei hatalmas átrakodási kapacitást azt a magyar oldal részben, magán részben kormányzati finanszírozással már megoldotta. És természetesen abban vagyunk érdekeltek, hogy a határforgalom minél gyorsabb legyen. Nézze, nyilvánvalóan kiábrándító olvasni az M1-es autópályán már Győr és Budapest között a tájékoztató táblákon azt, hogy záhony várakozási idő 48 plusz óra. Ez nyilvánvalóan méltatlan. Ezért azon dolgozunk közösen, hogy minél több átkelő helyen legyen lehetséges a teherforgalom, és vegyük le a nyomást a záhony csapi átkelőről. Szeretném megvédeni a magyar vámosokat. A magyar vámosok a lehető leggyorsabban elvégzik a munkájukat a schengeni előírásokkal összhangban. Természetesen azon vagyunk, hogy olyan technológiai fejlesztéseket hajtsunk végre, amelyek még gyorsabbá tehetik a munkájukat, de generálisan őket ért kritikát azt vissza kell utasítani. Gyakorlom, megyek, köszönöm. Gyakorlom.